A Mentőmúzeum dr. Kressz Gézának, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület alapítójának ötlete nyomán született, mert több mint egy évszázada várjuk a látogatóinkat. Ez 1876-ban a parlament döntött, miszerint a Magyar Királyság nagyobb városaiban mentőintézményeket kell létrehozni. Ennek sajnos a kortársak nem igen szereztek érvényt ennek a törvénynek, nem volt olyan fontos senkinek sem, hogy legyen mentő. Igen, grandiózus nagy építkezések itt fővárosért és a nagyobb városokban is zajlanak, és hát sajnos ennek negatív velejárójaként elég gyakoriak az állvány összeomlások, tömeges balesetek. És látva ezt a közönyt, Kressz Géza megszervezte a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet 1887. május 10-ével. Majd pedig 3 évvel később megépült ez a mentőpalota, ahol épp most vagyunk. Európa első ecélból épített palotájában vagyunk. Külön istállót építettek, ahol ugye a lovakat hát tartani is tudták. 1902-ben már például egy 3,5 lóerős elektromos üzemű Dijon típusú kis kémkocsinak nevezett kis automobil váltja föl. A mentőegységnek az orvosa, aki a kocsiból előlült, mint egy bak, úgy kell elképzelni, nyitott karosszéria nélküli kis gépkocsi volt, a helyszínen gyorsan megkezdte a betegellátását, mire odért a mentőfogat, addigra a félig, meddig, vagy éppen teljesen ellátott beteggel várták a fogatot, hová áthelyezték a beteget, a kellett az orvos is, később a beteggel együtt ment és vitték a kórházba. 1909-ben már viszont hazai gyártmányú betegszállítása alkalmas automobil, gépkocsit használ a mentőegyesület. Az első napokban még keseregnek a mentők, hogy igazán jöhetne azért több telefonhívás, igazán jöhetne mondjuk több megkereső. Hát azért aztán nem kellett olyan sokat várni, hiszen azért közel 900 ezer lakosa van már ekkora fővárosnak. Itt a 90-es évek elején, 80-as évek végén még ilyen kis plakátokat is elhelyeztek városszerte a mentők, hogy vagyunk, létezünk, lehet minket hívni. Na aztán ezek után, hát hál' Istennek, hogy mindenki ezzel jutott ez a hír, és aztán egyre több és több mentőhívás érkezett. Hát a kezdeti időszakban 21 mentőhívás esik egy nap. Pontosan ezért kellett a Kressz Gézának a mentőtiszti szolgálatú kocsikat is elindítania, ahol is ugye felsőbb éves medikusok, szigorló orvosok, itt mentőegyesületen belüli persze, hát igen, hát mély vizsgáikon túlesve már vonulhatta ki önállóan. Általában 2 kocsi volt szervezve egy napra, de ezen kívül hát több mint 260 működő tagja volt, tehát őket bármikor lehetett riasztani. Ez aztán majd a Biatorbágyi vasúti tömeges balesetnél is előjött. Aztán a többi mentőegyesület pedig többnyire a tűzoltóságnak a mentő alosztályaként szerveződött meg. Aztán 1926. augusztusában egy zseniális budapesti orvos, akit dr. Paulikovics Selemérnek hívtak, ő megszervezte a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületét. Ez a mentőegyesület akárcsak jogutódja az Országos Mentőszolgálat, a homogén mentészervezésnek a nevében, ő egy egységes gépjárműtípust, egy egységes egyenruhát, egységes orvos és mentéstechnikai felszerelést írt elő. 1944 nyarára már 117 darab mentőállomást hozott létre. A világháború utáni 2-3 évre azért nagyjából talpra áll a mentés, tehát közel azt a formáját tudja, szakmailag is, és hát infrastruktúrájában is azt a formát, amely a II. Világháború előtt volt. Ellenben a magyarországi kormányzat úgy döntött, itt az államosítások éveiben vagyunk, hogy létre kéne hozni egy egységes állami mentőintézményt. 1948. május 10-ével a 4980/1948-as rendelet értelmében megszületett az Ország Legnagyobb Egészségügyi Intézmény, az Országos Mentőszolgálat. ...1954-ben az Országos Mentőszolgálat történelmet írt, megszervezte és elindította a rohamkocsi szolgálatot.
Ezen a gyilkosságon számosan forradalmi gondolat és hát eljárás kapott ekkoriban hát zöld utat, mint például a vénás injekcióknak, készítményeknek az alkalmazása, a vénás fájdalomcsillapítás, azon kívül az infúziós technikának a bevezetése, amely ekkoriban még csak úgy elmélet volt. A készülék hátlapjában elhelyezett 2 darab tappancsot benedvesítették, ezt a betegnek a halántékára szorították, majd pedig 16 milliamperes hálamerősséggel próbálták sokkolni az agyat. Bízva abban, mondjuk hát a beteg eszméletlen, vagy már klinikai halott, bízva abban, hogy a betegnek a nyúlt agyvelőben lévő légzőközpontját ezáltal stimulálhatják, és majd, hogy elindul a betegnek a légzése, majd ezek után elindul a keringése is. Gondolták ezt akkor. Aztán azt mondták, hogy ez a 16 milliamper nem elég, akkor érdemes 26 milliamperrel tovább folytatni ezt a sokkolást, természetesen így sem működött. Mutatjuk be önöknek, ez a bizonyos kardiopotípusú készülék. Ez a készülék egy fadobozba applikált kis EKG készülék. Igazából véve még szalagot sem tudott húzni, és még a helyszínen, tehát monitorozásra sem volt alkalmas. 4 végtagi elvezetés mellett a készülék alsó részén látható fogantyúnak a tartályába filmet csíviltek föl, amelyet a készülék a 4 végtagi elvezetést követően hát egy fényképet készített, majd pedig a kórházi betegátadás után a személyzet kivette ezt a filmet, amelyet aztán a labor körülmények között előhívtak, és hát utólag lehetett értékelni, hogy vajon tényleg a betegnek a helyszínen hát milyen betegsége volt.